A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Mai műsorunkban elkalauzoljuk Önöket az Ezer Origami világába, valamint beszélgetünk az égési sérülésekről is, hiszen karácsony közelettével ezek bárkivel könnyedén előfordulhatnak. Tartsanak velünk! Karácsony idején sokszor előkerülnek gyertyák, mécsesek, amelyek nem csak tüzet, de égési sérüléseket is okozhatnak. Emellett pedig a konyhában is előfordulhatnak balesetek. Mindezekről Kovács Szilvia kolléganőm beszélgetett Mosolygó Éva házi orvossal. Időről időre Mosolygó Éva házi orvost hívjuk vendégül a műsorunkba, és szerintem nem titok, hogyha elárulom, hogy néha keressük a témákat, hogy mégis mi az, amivel foglalkozunk, mert úgy érezzük mindketten, hogy nagyon fontos és mindenkit érintő problémákról tudunk beszélgetni. Úgyhogy szeretettel köszöntelek a műsorban, örülök, hogy újra eljöttél. Köszönöm. Ugye most azért is mondtam ezt, mert amikor legutoljára beszélgettünk arról, hogy mi legyen a következő témánk, akkor te magad ajánlottad, hogy az égési sérülésekről lehetne beszélni, hiszen az emberek talán azt gondolják, hogy mennyire evidens, hogy mit kell csinálni, hogy otthon is simán ellátjuk esetleg a kisebb égési sérüléseket, de szerintem tényleg nagyon fontos ez a téma. Most, hogy jön lassan az adventi időszak, karácsony, ugye sok háziasszony süt, főz, és hát nem csak ilyenkor és ilyen esetekben lehet égési sérülésekről beszélni, hanem egy csomó minden más témában is. Igen, égnek a gyertyák, a háziasszonyok sütnek, főznek, és történnek balesetek valóban. És ez olyan érdekes, hogy van néhány területe a gyógyításnak, a problémáknak, amiben nagyon jók a régi praktikák, amiket megöröklünk a nagyszülőktől, és ők az övéiktől, de ebben már nem, ebben régeség túlhaladtuk, és valamiért ebben a témában, az égéskezelésben itt maradtak a régi trükkök, aminek már nem kellene, hogy itt legyenek, és bizony inkább ártalmasak a gyógyulást tekintve, mint segítenének. Úgyhogy ezért is tartottam valóban jónak, hogy az égésekről beszéljünk, meg hát az aktualitása. Mert az égés jelensége az azt jelenti, hogy hőhatásra károsodik a hám, a bőrünk, vagy a felhám, vagy az akár a teljes bőrvastagság, illetve ha ez folyadékkal érjük el, vagy folyadék miatt történik, akkor azt forrázásnak nevezzük, de inkább így nagy összességében égésként beszélhetünk róla, és az, hogy mit kell csinálni, és mit nem szabad csinálnunk, az dönti el első körben, hogy milyen erősségű, milyen súlyosságú a sérülés. Vannak ilyen kisebb balesetek tényleg otthon, szerintem kezdjük el innen, hogy akár egy, nem tudom, gyertyalánggal megégetem a kezem, vagy mondjuk forró lábashoz hozzányúlok, és azzal égetem meg magam, de ugye olyan is előfordulhat, egy kicsit nyilván ez már súlyosabb kategória, például én iskolás koromból emlékszem arra, hogy egy kisfiú osztálytársunk leforrázta magát levessel, és az egész arca, és konkrétan neki az egész életére egy ilyen maradandó sérüléssel származott ebből. Tehát egy kicsit beszéljünk arról szerintem, hogy mik azok, amik így meghatározzák azt, hogy milyen erősségű, ugye beszélünk első másodfokú égésekről, ezeket hogyan tudjuk bekategorizálni, és mi az, amikor már tényleg orvoshoz kell fordulni, mi az, amit otthon tudunk kezelni, és utána mi az, amivel már orvoshoz kell fordulni. Elsőfokú akkor az égés, ha csak a felhámat érinti, és csak egyszerűen piros, fájdalmas, bőrpír fájdalom, és esetleg egy kis duzzanat van. Ebben az esetben, mivel ez csak a felhám, ez nem lesz maradandó, nem marad a helyén heg, ezért ráérünk idézőjelben otthon kezelgetni. Ilyenkor szinte rátenni nem is kell semmit sem, hanem csak azt kell biztosítani, hogy levegő érje, és hogy a fájdalmat mellette csillapítani érdemes, mert attól még, hogy felszínes, de ha nagyobb területet érint, ott a fájdalom azért erős lehet, és ezért fájdalomcsillapítás hosszabb távon szükség lehet. Nagyon fontos, és ez az összes harmadfokú kivételével, az összes első és másodfokú sérülésre, égésre vonatkozik,
hogy a megtörténés pillanata utáni első percekben rendkívül fontos, hogy hűtsük ezt a területet. És a hűtés mikéntje is nagyon fontos. Azért fontos a hűtés, mert az a hőmennyiség, ami a bőrfelszínt érinti, az fizikai szempontból, a fizika törvényeinek megfelelően, ahogyan érinti a felszínt, és ott károsítja, kúszik egyre mélyebbre-mélyebbre az a hőmennyiség, és egészen mély szövetekig is el tud jutni, hogyha nem hűtjük, nem vesszük el. Tehát az, hogy milyen mélységű lesz az a sérülés, azt tudjuk azért befolyásolni helyi hűtéssel, nem jéggel, mert a jég további sérülést okozhat az érzékeny felhámon, meg az alatta lévő bőr rétegeken is. Hát az a mínusz fok, ami, hiszen a jég az mínusz Celsius fokú, az a mínusz fok nagy kárt okozhat, sőt, ivóvíz, hőmérsékletű ivóvízzel a legokosabb dolog. Különböző szituációkban azért vannak eltérések, de nagy általánosságban egy 15 percig érdemes hűteni folyóvíz alatt a megégett felszínt. Persze különböző testrészeink éghetnek, és ott helyenként ez okozhat problémát, hogy melyik részt hogyan, de a hűtés, a felszín hűtése az a mélyreható sérülés megelőzésére is jó, és a fájdalomcsillapításra is rendkívül jó. Az biztosan sokan észletik már, hogy nagyon klassz a hideg vízben, nagyon jó érzés, mert nem fáj annyira, és aztán, ha elvonjuk, akkor megint újra fáj. Egy 15 percnél tovább azonban nem érdemes azt a felszínt, mert akkor már a nagyon hosszú hűtés, meg az összes többi területnek a lehűtése folytán keringésrontó és egyéb káros hatásai lehetnek, de azonnal fájdalomcsillapítás, hűtés, nyugalomba helyezés, ha kisgyerekről van szó, akkor szeretgetés, ami csodaszer ilyenkor, és hogyha egy elsőfokú égésnek nem különösen nagy a területe, akkor elsőfokú égésnél ezek otthon szépen maradvány nélkül meggyógyulnak. Ha olyan másodfokú égés kategória, mint amit te konkrét esetet elmeséltél a gyermekkorodból, a másodfokú égést onnan ismerjük fel, hogy ott már hólyag keletkezik, mert ez a mélyebb bőrrétegek közé is leterjed az a hőmennyiség, ami ártalmas a bőrfelszínre, és ott a bőrrétegei között folyadék megy ki, a folyadék közti térre alakul ki, és ott folyadék szaporodik fel, tehát hólyagot látunk. Ennek az ellátása ugyanolyan, mint az első fok, és felhívom a figyelmet, hogy nem szabad kilukasztani a hólyagot. Nagyon sokszor találkozom ezzel a tévhittel, hogy lyukasszuk ki, és hamarabb gyógyul. Az egyfajta védelmet jelent az a hólyag, hogy zárva van, és ha azt megnyitjuk, kiszúrjuk tűvel, ollóval, mindenféle rémségeket láttam már szülőktől készíteni, vagy a kisgyereknek, akkor fertőzés veszélynek tesszük ki, mert hiszen ott már nincs a bőrfelszín barriere, és ott bekerülhet olyan kórokozó, hogy egy csúnya gennyes gyulladást is tudunk okozni. Ha sikerül úgy megúvni a hólyagot, hogy az nem nyílik meg magától, vagy sérülésekkel, akkor az nagyon jó dolog, hogy fölötte egy réteg védve van. Az más kérdés, hogy amikor meggyógyul, ez hosszabban, mint az első fok, ami 2-3 nap, 4 nap alatt meg szokott gyógyulni, de a másodfokú általában nagyobb hámlással 3-4 hétig is gyógyulhat. De nagyon nagy felületeken egy-egy mélyrehatóbb rész kivételével, ahol esetleg lehet kicsiheg, azért még a hólyagos másodfokú égés is gyógyulhat heg nélkül jobb esetekben, és nem különösen megkülönböztetett felszínen. Majd arról is beszélünk, hogy mit csináljunk, ha nem egy szokványos, nem egy alkal sérül, hanem valami különleges részünk, vagy a légutak. De a sort folytatva, hogyha a teljes bőrvastagság átég, és ott megsemmisül a bőrnek a struktúrája, az már harmadfokú égés, ott elpusztul a bőr, és ott már nincs minek meggyógyulnia, ott már vagy plasztikázni kell azt a területet, vagy nagyon hosszú ideig várni, ha nem túl nagy a felszín, hogy a szíli részekről megpróbálni rákúsztatni a hámot, szóval az hosszú ideig gyógyul, és ott mindenféle egyéb károsodással, fehérjevesztéssel, fertőzés veszéllyel is számolni kell. Nem beszélve a fájdalomról, ami égési sérüléseknél nagyon nagy a fájdalom, néha meglepően nagy, még a sérülés nagyságából, amennyire gondolnánk, még attól is sokkal nagyobb a fájdalom, és bizony számolni kell a sok veszéllyel, mert a nagy fájdalom az sokkos állapotot idézhet elő, ezért ha azt látjuk, hogy ájulás érzése van annak, akinek valamilyen megégett, vagy kiszárad a szája, vagy nagyon elsápad,
vagy bódult a figyelme, akkor gyorsan sok fektetést csináljunk, az annyit jelent, hogy a nemes szervekhez vért kell, így magyarázom, hogy, és akkor így mindenki fejében megmarad majd, hogy le kell fektetni vízszintesre és a lábakat felemelni. Amit mondtam, hogy a sérült végtagot, az égett végtagot, testrészt mindig nyugalomba kell helyezni, hogyha sok veszély van, akkor az egész testet is nyugalomba kell helyezni, le kell fektetni vízszintesre, és megemelni a lábakat, hogy a sokban, a perifériára, a széli részekre kikerülő vérmennyiséget juttassuk vissza a központba, és az agyba, a szívműködéshez legyen elég keringő volumen. Ezzel segítjük azt, hogy akár egy mentőhívást tudja kibírni eszméletvesztés nélkül a sokkolódó állapotban lévő sérültünk. És hát ami a nyugalomba helyezés, a hűtés, fájdalomcsillapításon kívül, ami miatt ezt az egészet behoztuk, műsorba hoztuk, és szeretnénk még beszélni róla, hogy kérem szépen, hogy ne tegyenek rá tejfölt, zsírt, hintőport, és ezeket a régi népi praktikákat teljesen gyökeresen felejtsük el, mert egyszerűen vagy semmit, vagy legjobban hűtsük hideg vízzel, vagy vannak olyan égési kötszerek, amik még jobban veszik el a hőmennyiséget, mint az egyszerű hidegvíz. Ezek géllel vannak átitatva, de nem állítom, hogy mindenkinek kell, hogy legyen otthon, mert ezek nagyon drága dolgok, meg azért ne rendezkedjünk be mindenféle sérülésre, nem tudunk berendezkedni a házi patikánkba, mert akkor az három bőrönd, meg ráadásul nagyon sokba kerülnek, és hát szerencsére ritkán van rájuk szükség, és általában pótolhatjuk ezeket egyszerűen vízes hűtéssel, de ha van otthon ilyen égési kötszer, akkor esetleg azt rátehetjük. Egyébként nem kell kötögetni, nem kell azonnal védeni. Ha nagyon súlyos fokú, akkor úgyis mentőhívás, hogyha nem súlyos fokú, akkor az említettek szerint semmit sem kell akár rátenni a hűtésen kívül. Na, ezzel kapcsolatban egy történetemet azért szeretném veled megosztani, mert hogy ott például felmerült még egyfajta kezelésnek a lehetősége, meg aztán azt is szeretném ezzel kapcsolatban megkérdezni, miután elmeséltem a sztorit, hogy mikor van az a pont, amikor úgy látod, hogy mondjuk orvost vagy mentőt kell hívni. Én még 16-17 éves koromban dolgoztam egy büfében nyári munkám, és miután kisütöttünk nem tudom hány halat, a 200 fokos zsiradékot megfogtam, és a sütőről beraktam egy polcra, egy ilyen nagyon lenti, asztal alatti polcra akartam berakni, de nem sikerült, mert ráborult az egész a lábamra. És hát nem akartak problémát ebből, úgyhogy nem volt orvos hívva. Amit tudtunk csinálni, az, hogy egy lavorba vetettük a lábamat, és tényleg ott voltam, szerintem fél órán keresztül is biztos. De hogy üvöltöttem a fájdalomtól, tényleg. Igen. Uh-huh. És hogy ahogy kivettem a vízből a lábam, abban a pillanatban éreztem, hogy forró, és ahogy visszatettem, nyilván egy picit jobb volt, de nagyon fájdalmas volt. És akkor, hát még akkor létezett ez a spray, gondolom most is van. Ez a spray, amit használnak ilyen égési sérülésekre, hogy ez még egyáltalán rendben van-e, vagy használunk-e még ilyet, vagy legyen-e otthon egyáltalán. A másik meg egy másik személyes példám, ami szintén szerintem lehet, hogy rossz példa, vagy aki nem tudja magáról mondjuk, hogy jód érzékeny, az nem biztos, hogy, tehát hogy ez nem biztos, hogy tanácsos, hogy otthon legyen mondjuk ez a betadinkrém, mert én például, amikor tavaly egyszer megégettem itt magam vasalóval, akkor a betadinkrémet rákentem, és olyan allergiám lett rá, akkor tudtam meg, hogy jód allergiám van, hogy két hétig ilyen pöttyös volt a kezem tőle. Igen, hogy nagyobb lett az szóval, allergia kecukára, mint hogy az ezeknek az a szereknek kell-e otthon lenni, vagy hogy érdemes-e otthon tartani? Egyébként bőrfertőtlenítőt kötelező otthon tartani. Van olyan sprés formájú bőrfertőtlenítő. Most azt mondhatom, hogy a jelenlegi tudásunk szerint ez a nevét nem akarom mondani, de tudják, a patikákban sprés formájú különböző mennyiségű kiszerelésben van. Nagyon jól működik, bele is fújható a sebekbe is, most kicsit túllépve az égésen, és nem tartalmaz jódot, és nem láttunk még allergiás reakciót. De hát mindenre lehet allergiás reakció, erre nagyon-nagyon ritkán, lényegesen ritkábban, mint a jódra, aki érzékeny. Egyébként az égés ellátásának nem része, hogy fújkáljuk, hogy fertőtlenítsük. Tehát az első segély, amit így hívunk, ott nem kell fertőtleníteni. Ott nem feladat a fertőtlenítés. Egyébként a fertőtlenítésnek a hosszú távú gyógyításban van szerepe, akkor, ha fertőzés gyanú van, például, ha egy hólyag megnyílik magától, nem mi nyitjuk meg,
hanem megnyílik magától, vagy valamihez odadörzsölődik, vagy egyszerűen annyira vékony a hulyagnak a bőre, hogy valóban kinyílik, és kifolyik belőle az a nagy fehérjétartalmú folyadék, akkor azt érdemes fertőtleníteni úgy, hogy ráfújunk a sprével, de nem maceráljuk, nem kenegetjük semmivel, maximum ráfújunk, de ez nem az első segély része, és a hosszú távú gyógyulás meg reményeim szerint úgyis mindenki a házi orvossal egyezteti, és ott már elhangoznak ezek az okos mondatok, hogy kell lefertőtleníteni vagy sem. Tehát csak akkor, ha konkrétan fertőzés veszély áll fenn. Első fokonál nem, hiszen meg sem nyílik a bőr, ott nincs is értelme, semmiféle hozzáadott haszna nincs. Annak az égés gyógyító sprék, hab formában lehet jelenleg is kapni. Van előnye, nem az első segélyben. Első segélyként nem teszünk rá ilyen sprét, de egyébként egy napi égést szépen lehet ezekkel gyógyítani, akkor, hogyha nem nyílik meg a bőr, hogyha nincs fertőzés veszély. Ezek valóban gyorsítják a folyamatát a gyógyulásnak, akkor, hogyha enyhébb fokú az égés mentőt, azonnali orvosi ellátást, akkor kell hívnunk, hogyha nagyon idős ember ég meg, vagy hogyha kisgyermek, a kisgyerekeknél mindig mindenféle sérülés sokkal nagyobb odafigyeléssel, óvatossággal kell eljárnunk, ellátnunk. Akkor, hogyha fennáll a veszélye annak, hogy megégtek a légutak, akkor feltétlenül, akkor is, ha látható égés nincs, és erre azt hívhatja fel a figyelmet, hogyha nagy láng keletkezik valahol, akkor azzal nem szoktunk gondolni rá, és ezért szeretném, ha ez is haszna lenne ennek a beszélgetésnek, hogy akkor, hogyha azt látjuk a sérültön, csak hogy volt egy nagy láng, és ha valaki túl közel volt, elképzelhető, hogy annyira forró a levegő, hogy azt, ha valaki belélegezte, akkor a légutakba leszippantotta, és láthatjuk, hogy esetleg az orrszőrök itt megégtek, vagy hogyha bepirosodott a száj vagy az orrnak a bejárata, és ha köhögési rohama van valakinek, vagy ha ahogyan köhög, olyan köpete van, amiben kis picike fekete szemcsék vannak, akkor megégtek a légutak, és az nagyon fontos, kötelező mentőt hívni hozzá. Akkor a légutak nyálkátyája megégett, és az nagyon súlyos állapotot idézhet elő, légszomjat, oxigénhiányt, úgyhogy ott nem is szabad késlekedni, azonnal mentőt kell hívni. Egyébként a középkorú, más miatt nem veszélyeztetett egészséges emberek, ha megégnek, akkor az égésnek a nagysága szabja meg. Szoktuk is tanítani első segélynyújtóknak, hogy 9% fölött már nagyon súlyos égésnek számít, és a tenyerünk az ujjakkal együtt azt számít 1%-nak, és akkor így tudjuk kb. Kimérni az égés nagyságát. Vagy harmadfokú égéstől kötelező. A negyedfokú, arról még nem is beszéltem, én már láttam, nagyon remélem, hogy a legtöbb ember egész életében nem fog látni, az a szenesedés. Én sajnos láttam már ilyen idős embert, aki odáig fokozódott, odáig ment előre sajnos az égése, hogy el is szenesedett, mert nem tudott arrébb menni, elesett, és sajnos egy tűzbe beleért a lába, de hát az szörnyű. Szóval ahol el is szenesedik, nem csak a bőr, hanem az alatta lévő szövetek. Negyedfokonál, harmadfokonál, ahol már teljesen megnyílik, láthatóvá válnak az izmok, zsírsejtek és a teljes bőr elpusztul, akkor is kell mentőt hívni. Érdekes módon valamiért azt látjuk, hogy időnként ez a harmadfokú sérülés nem fáj, de akkor is mentőt kell hívni hozzá, ez komoly, komoly eset. És hát mindenkinek azt kívánom, hogy ne használja ezt a tudást, amit mi itt igyekeztünk elmondani, soha ne kerüljön sor rá. De ha igen, akkor vegyék elő gyorsan az okos mondatokat. Hát, ha segít. Legyen ez egy nagyon jó végszó erre. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is csak hálás tudok lenni azért, hogy ezeket a tudásokat átadod nekünk, de tényleg ne legyen rá szükség. Különleges meglepetésben lehetett része a Ciszterci Szent István Gimnázium tanulóinak. A Nem adom fel alapítvány országjáró béketurné során külön nem mindennapi meglepetéssel érkezett a fehérvári intézménybe. Kis Zoltán a Nem adom fel alapítvány egyik fogyatékkal élő kollégája 1000 darab origami darut készített, melyekből 10 város különböző intézményeiben 100-100 darabot osztanak szét a béke és az elfogadás jegyében. A turné fő célkitűzése, hogy a sorstársak értékeit kicsit közelebb vigyék a társadalomhoz. Az 1000 daru legendája Japánból származik. A hiroshimai atomtámadást követően egy kislány leukémiás beteg lett. Elhatározta, hogy mire meghajtogat 1000 darut, meggyógyul. Sajnos a lány álma nem tudott megvalósulni, csupán 644 darabig jutott, mert a betegség legyőzte. Ám az osztálya befejezte, amit elkezdett, és a története a papírdarut a béke szimbólumává tette.
Az egész turnénak a fő célja, lényege, hogy a sorstársaknak az értékeiket, az életeiket egy kicsit közelebb vigyük a társadalomhoz, és Kis Zoltán, aki középsúlyos értelmileg akadályozott kollégánk, neki az egyik tehetsége az, hogy origami hajtogatást nagyon jó tudja végezni, csinálni, és így jött az ötlet, hogy készítsen 1000 darab darumadarat a kislánynak a mintájára, ami ugye Japánban történt meg, amikor a hiroshimai atombomba volt, és abból jött tulajdonképpen az ötlet, hogy akkor ő is elkészít 1000 darab darumadarat, és vigyük körbe az országba, hogy megmutassuk egyrészt magunkat, hogy egy kicsit közelebb kerüljenek a gyerekek, a felnőttek a sérült emberek világához, és azt az üzenetet, hogy nem szabad feladni, hogy ezt is át tudjuk adni, mert nem csak a gyerekek, hanem felnőttek, mindenkire szükség van ahhoz, hogy ne adja fel soha. És hogy ez a darumodár ennek a jelképe, hogy a szívünkbe, a világba béke legyen, és hogy higgyek magamba, hogy én is értékes vagyok, és nem szabad feladni. Nekünk sérült embereknek is nagyon-nagyon fontos, hogy béke legyen ebbe a világba, és hogy szomszédos országban ilyen kemény háború van. Nekünk fontos, hogy gondoljunk az ottani sérültekre, gondoljunk azokra az emberekre, akik most nehéz élethelyzetben vannak, és hogy azok a döntéshozók, akik ebben kulcsfontos szerepet betöltenek, hogy valahogy ráébredjenek arra, hogy békével is meg lehet oldani bizonyos konfliktusokat is, hogy az emberek ne szenvedjenek ennyire, hiszen mi sérült emberek nagyon-nagyon sok akadállyal küzdünk a mindennapokban, úgyhogy tudjuk, milyen az, amikor valamivel meg kell küzdeni, és nem adjuk fel, és hát ezért megyünk körbe is, hogy igenis mi hiszük, hogy vége lesz, hiszük az, hogyha egymásra figyelünk, egymásnak sok szeretetet adunk, akkor sokkal szebb tud lenni a világ. Az alapítvány és az iskola kapcsolata már több mint 10 évre nyúlik vissza. Sokszor érkeznek a fogyatékkal élők különböző érzékenyítő foglalkozásokra a diákokhoz. Tóth Balázs, az intézmény egyik tanára elmondta, a szerdai esemény különlegessége az is, hogy a ciszterci címerben is megtalálható a daru, ezért még több szállal kötődik az intézmény a nemes kezdeményezéshez. Egy hosszú kapcsolat van a gimnázium és a alapítvány között, több mint 10 éves kapcsolat. Lelkinapjainkra szoktuk őket hívni, ilyen érzékenyítő foglalkozásokat tartani, és nagyon mély és inspiráló találkozások szoktak ebből születni. És a megkeresés igazából nem tőlünk indult, hanem hozzánk érkezett, mert hogy Pap Szabolcs, az alapítványnak a képviselője, felhívott azzal, hogy van egy béketurné, aminek keretében a Kis Zolinak a madarait, a darumadarait osztogatnák ki az alapítvány egyik gondozottja, résztvevője. Készített 1000 darumadarat, egy középsúlyos értelmi fogyatékkal élő fiatalemberről van szó, és Zoli ebben a béketurnéban 10 helyszínen elhozza a madarait és kiosztja az intézményeknek, és mi lettünk a fehérvári helyszín és a találkozásnak a otthonát adó gimnázium. Azért érdekes ez számunkra, mert hogy mi is egy darus iskola vagyunk, ugye a ciszterci címerben ott szerepel a daru, és a japán kultúrában is paralel módon szerepel ez a szimbolika. A Japánban ugye a béke, a hűség, a kitartás, az állhatatosságnak a szimbóluma a ciszterci szimbolikában, a címer állatunként pedig a virrasztásnak a jelképe. Egy másik érdekessége is volt a szerdai jó célt szolgáló eseménynek. Az iskola egyik japán cserediákja is köszöntötte a résztvevőket, aki a daruhajtogatás hagyományairól beszélt, majd többek szemébe könnyet csalva megosztotta a saját origami készítő történetét is. Így a szép adventi találkozás során a két szimbólum jelképesen összekapcsolódott. Legyen áldozatot 100 remek mű. Az ünnepség végén Brückner Ákos elődatya megáldotta, az ötletgazda pedig átadta a különleges ajándékot. Az alapítvány egyik munkatársának éneke pedig még tovább emelte az esemény fényét. A ciszterci gimnázium előadó termében épek és fogyatékkal élők együtt ünnepeltek és hirdették az elfogadás és a béke üzenetét. Fényajtónak kulcsukán, hogy billentyű a zongora.
Ez volt már az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is. Áldott adventi készülődést kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.